Féletlen, ha itt mellette vagy. A neveket összekeverni nem szabad. Ez már a második alkalom, amikor itt Pesten van önálló koncertem, és hát nagyon készülünk rá a zenekarommal. Nagyon sok helyen már voltunk velük az országban, és nagyon szeretek velük játszani. Ők egy 6 fős csapat ugye rajtam kívül. Annyivel meg lesz spékelve most ez a koncert, hogy táncosok is lesznek több dalban, úgyhogy az egész egy ilyen komplettebb, show jellegűbb előadás lesz. Összehúz a szívek, szép vagyik velem, mond, miért csinálsz belőlem, és a tárba bolondod, engem mindig megtalál a rossz vész. Szépen összeállnak a dalok. Azokat játsszuk, amiket egyébként is szoktunk, tehát saját szerzeményeimet, amiket magamnak írtam, vagy másoknak, illetve még olyan dalaimat is, amik az első lemezemen voltak, most párat abból is átemeltem, amiket ritkábban játszom, úgyhogy akik ilyen régebbi fanok, ők is most találhatnak olyan dolgokat, amiket az utóbbi koncertjeimen nem hallottak. Az önálló estemen nagyon sok dinamikus dal szólal meg, én nagyon szeretem az ilyen koncertek végét nagyon jól fölpörgetni. Köztük lesz egy olyan dal, amiből nemrég megjelent egy videóklip, Johnny Palmerrel egy duett, ez a Keep the Light On. Words unspoken, hidden deep down like the ocean. Maga a dal, illetve ez a klip már leforgott tavaly nyáron, nyár végén, és akkor valamilyen oknál fogva ezt elhalasztottuk, ennek a megjelenését, bár nagyon tetszett a képi világa, és most felújítottuk a dalt, tehát csináltam neki egy olyan hangszerelést, ami egy egész másik vonal volt, mint az eredeti, és akkor most láttuk úgy, hogy annyira összeállt a dolog, hogy kijöjjünk a videóklipvel. A dal igazából a reménységről szól, tehát arról, hogy mi megpróbálunk, mi igazából zenészek olyan emberek lenni a hallgatók számára, akik, hogyha az ember egy kicsit úgy elkenődik, akkor megpróbálják tartani a lelket benne. Igazából a zene nagyon sokszor erre alkalmas, tehát az én életemben is ez egy olyan dolog, hogyha valamikor mélyponton vagyok, akkor van olyan zene, ami ebből kihúz, illetve hát a zenék nagy része ilyen. Tudom, hogy itt a karácsony közeletével a Petőfi TV egy gyűjtés szervez, és én is szeretnék hozzájárulni ehhez a gyűjtéshez, és úgy gondoltam, hogy aki a koncertemre nem tudja meghallgatni a dalaimat, azok a CD-met esetleg meg tudják, úgyhogy ezzel szeretnék én is hozzájárulni ehhez a gyűjtéshez. Nyilván ezt a dalt sem hagyom ki majd a koncerten.